Az impulzusválasz definiálása után megismerkedtünk az úgynevezett gerjesztésválasz stabilitás fogalmával, illetve megnéztük, hogy az impulzusválasz ismeretében hogy lehet eldönteni, hogy a rendszer gerjesztésválasz-stabile vagy sem, azaz, hogy korlátos gerjesztésre korlátos válaszsal felel-e. Ha az impulzusválasz lecsengő, akkor ez a feltétel igaz, ha nem, akkor a rendszer nem gerjesztésválasz-stabil. Erre jutottunk. Az impulzus válaszban található saját értékek, ugye a lambda k adikon típusú függvények, ami azt jelenti, hogy ha a lambda abszolút értékben egynél kisebb, akkor a rendszer gerjesztés stabil, ha nem, akkor nem gerjesztés stabil. A rendszer egyenlete szintén definiálható ez a gerjesztés stabilitás, ezzel itt azonban nem foglalkoztunk. A későbbiekben a Z-transformációnál e erre viszont vissza fogunk térni. Az állapotváltozós leíráshoz az úgynevezett aszimptotikus stabilitást tudjuk hozzárendelni, és ebben a videóban ezzel foglalkozunk, de csak a definíciójával és a lehető legegyszerűbb módon adjuk meg, hogy mikor aszimptotikusan stabil a rendszer, és mikor nem. A definíció úgy szól, hogy az x állapotvektor, az xk állapotvektor tetszőleges x0 kezdeti érték mellett, ha nullához tart, amikor is a k tart végtelenhez, akkor a rendszer aszintotikusan stabil. Ez azt jelenti, hogy az x állapotvektor az origóba fog tartani. Tehát ez a definíciója. Ez nagyon nehéz lenne megvizsgálni, mert tulajdonképpen végtelen számú kezdeti feltételt kellene előállítani, mindegyiket kiszámolni, és ezzel sem biztos, hogy előbbre jutottunk, hiszen nem lehetünk abban biztosak, hanem hogy minden kezdeti értékre ez a feltétel fennáll nem, nem bizonyítjuk, ugyanis az Lagrange és az Ermit Mátrixokkal nem foglalkozunk ebben a videósorozatban, az irodalomra utaltam az előző videókban. Itt az A, a k adikon típusú matrix függvény jelenik meg, amely ha nullához tart, akkor ez a feltét feltétel fennáll. Az A, a k adikon pedig akkor tart nullához, hogyha az A mátrixból képzett lambda-szor egység mátrix a úgynevezett karakterisztikus polinom e, saját értékei egységsugarú körön belül vannak. Vagyis a lambda egységmátrix mínusz a determinást egyenlővé tesszük nullával, ez lesz a karakterisztikus egyenlet, karakterisztikus egyenlet, és ennek a gyökei a lambda 1, lambda 2, stb. lambda n úgynevezett saját értékek. Mindegyikére fenn kell álljon az, hogy az abszolút értéke egynél kisebb, és az i az egytől ennig megy. N az A mátrixnak a mérete, az A kvadratikus mátrixnak a mérete. Ez azt jelenti, hogy az A mátrix valamennyi saját értékének az egység sugorú körön belül kell lennie. Ugye ezek lehetnek komplex számok is, a saját értékek, az abszolút értékük egynél kisebb kell, hogy legyen a komplex számsékon. Ez a feltétele. Ha ez teljesül minden saját értékre, akkor az A, a K adikon mátrix nulla mátrixhoz fog tartani, ha ez igaz, akkor az X állapot vektor tetszőleges X nulla kezdeti feltételnél nullához fog tartani, vagyis a rendszer aszimptotikusan stabil lesz. Az aszimptotikus stabilitás és a gerjesztés válasz stabilitásból kapott ellenőrzési lehetőség az ugyanaz. Ennek ellenére a kettőt nem szabad összekeverni, a saját értékekre gondolok, tehát hogy ezt vizsgáljuk, hogy abszolút értéke egynél kisebbe vagy sem. Az aszimptotikus stabilitás és a gerjesztés válasz stabilitás ezek összekapcsolódnak értelemszerűen, de erre nem most térünk ki, hanem az e esetében, amikor újra elővesszük ezt a két stabilitást, és megadjuk a feltételt, hogy az egyikből a másik az hogy következik, vagy hogy nem következik. Tehát erre vissza fogunk térni. Most egyelőre elégedjünk meg a definícióval, illetve az ellenőrzési lehetőséggel.